Immáron 23. alkalommal rendezte meg a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Vállalkozók Napja ünnepséget december 2-án Budapesten a Művészetek Palotájában. Az eseményen Eppel János, a VOSZ elnöke hangsúlyozta, az elmúlt 15 évben soha nem volt ennyire nehéz kitekintést, iránymutatást adni a jövőre, éppen ezért szerinte a bölcstanás most az, hogy nehéz körülmények között együtt kell működnünk. Az elnök a jövőre 35. jubileumát ünneplő VOSZ-ról elmondta, a szervezet 20-25 éve következetesen építkezik, olyan értékeket létrehozva, amelyek megalapozzák küldetésük, a magyar vállalkozások segítségének teljesítését. Van a hagyományos tevékenységünk, ami legismertebb, ez az érdekképviselet, érdekvédelem. Ezt régóta csináljuk, és ez a nem látványos dolgok egyike, de nagyobb szakmaiságra azt jelenti, hogy elemzésekkel, szakértők bevonásával proaktívan igyekszünk a problémákat kezelni. Ezt tudjuk javítani jövőben is. A másik terület a szolgáltatások. Itt a Széchenyi Kártya program az, ami 50%-ban a VOSZ-é, és a VOSZ-szal aktívan alakítja a VOSZ ZRT-t. Ez a leglátványosabb, legkézzelfoghatóbb, hiszen 20 év alatt 600.000 ügyfélhez jutott el ez a hitel valamilyen formában, többi 4.000 milliárd. A múlt évben is egy sikerévet könyvelhettünk el. Kedvezményes feltételekkel, garanciával és alacsonyabb kamattal, állami támogatással tudnak a vállalkozások hozzájutni. A harmadik pillér pedig a vállalkozás fejlesztés lesz, melynek jövőjét a szervezet évelején elfogadott 5 éves stratégiája határozza meg. A kormány képviseletében jelen volt az ünnepségen Varga Mihály pénzügyminiszter, aki a vállalkozásbarát gazdaságpolitika és a stabilitás fontosságáról beszélt, de kitért arra is, hogy hogyan lehet kezelni a jelenlegi nehézségeket. 4,7 millió ember dolgozik, a munkanélküliség alacsony, tehát ez egy jó jel a reálgazdaságból. A másik, hogy van egy versenyképes adórendszerünk, ez segíti a vállalkozásokat is, mind a munka, mind a jövedelem alacsony adóztatásával. A harmadik terület egy jó befektetési környezet, ahol érdemes újra hasznosítani a tőkét és befektetni. Nem csak a hazaiak, hanem a külföldiek is nagy arányban választják Magyarországot olyan lokációnak, ahol beruháznak, befektetnek. És talán a negyediknek oda tehetem azt is, hogy van egy politikai stabilitás az országban. Az elmúlt években, évtizedekben minden kormány kitöltötte a saját maga ciklusát, és úgy navigálta, úgy irányította az országot, hogy az lehetőség szerint befektető és vállalkozásbarát is legyen. A kormány részéről ebben a nehéz időszakban különböző programokat indítottunk el, amelyek a munkahelyek megtartását és az energiahatékonyságot, tehát az energiaintenzív szektorokban energiaberuházásokat tudnak támogatni és segíteni. Ilyen programunk már 2 is fut, de készülünk arra, és tudatok vagyunk arra, hogyha még szükség lesz rá, a következő évben újabb ilyen programok induljanak majd el. Ahogy az ország más pontjain, úgy Nógrád megyében sincsenek könnyű helyzetben a vállalkozások a jelenlegi krízisben. A megyék közül mi a második legkisebb megye vagyunk, tehát bennünket minden probléma duplán érint. Amúgy is nehéz helyzetben vagyunk, most pedig a energia, illetve egyéb beszállítási problémák próbára teszik a vállalkozásokat. Az energia hatékonysági pályázatok remélem, hogy hamarosan kifizetésre kerülnek, illetve a KKV-knak meghirdetett támogatást, amennyire lehet a vállalkozók igyekeznek igénybe venni. A Vállalkozók Napja rendezvényen idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket elérő vállalkozókat. A Magyar Gazdaságért díjat 4 vehették át, 3 részesültek a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjban, míg az év vállalkozója díjat 22 vehették át, köztük a Salgó-Tarjáni Balla Krisztián, a Balla Euró Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója.